Szevasztok, gimbalisták! És pártya! Csáosztok, sziasztok! Gimbalisták! Jól mondod, jól mondod. Na! Special Edition, rémrendes külön kiadás. És elnézed, amennyien becsatlakoztak itt hirtelen. Hát én rá is megyek, megnézem, hogy mi van. Bekukantunk így, ez nem az, bekukantunk így a kommentekbe, hogy vagy velük mi a helyzet, csináljuk úgy, hogy elforgatjuk, és akkor itt rendesen több vagyok, nem? Igen. Itt majd fogjuk látni, szépen gyorsan, most megjöttek. Szuper. Dobjatok gyorsan rá egy megosztást, legyünk minél többen, ugyanis van egy eszeveszett kihívásunk amellett, hogy fogunk játszani ma este egy nagyot a bátya team ellen. Ugye a bátya team második tagját még egyelőre titokban tartogatjuk, de előle is, azt azért tudnotok kell. Szóval dobjatok rá egy megosztást, ugyanis a kihívás a következő. Tudtok-e olyan durrantani ma este, hogy az oldalon meglegyen a 2000 like? Szerintem nem tudtok. Kizárt. Nem lássad. Nincs 2000 rajongója bátyának, az a baj. Összesen. Na, azt a BTF-es dobozt eléred? Igen. Akkor add ide nekem, léci. Már most dolgoztam. Ekkor egy dolgoztam. Ne viccelj, most érted, ha már 2000 like nem lesz meg az oldalon. Nem hiába, gyerekkel. Tuti lássunk minden. No! Aki tudja, tudja, aki nem, annak meg jól elmondjuk. Aki tudja, annak is jól elmondjuk, úgyhogy mindenki figyelje. Bátya ugye hirdetett egy csapattárs keresőt. Így van. A minap, méghozzá tegnap. Szép próbálkozás, hogy nem a Tinderre nyomod már. Nagyon jó. Ott is fel vagyok, csak ott nem volt meccs, aztán gondoltam, ha majd ti valamit újítotok. De látod, a jótékonysági alap, csak valaki, akivel lehet játszani. Baráti alap. Igen, ha nem megy a Tinder, hívd fel a gimbalos játékokat, találnak neked pár. Partner szeretnék ma estére is. De ugye nem férfi. Dehogy nem. Nem hívtátok volna a pálmat, gyerekek, akkor csoda. Jönne be Andi. És mi a bajod a pálmat? Nem jó aktivitizik? Nem, hát az, hogy a fater jobb, mint én, és akkor ezt így éli adásban kiderülne, azért az rám nézve szégyen. Az igaz. Kellett örökölni. Úgyhogy a szekrényt fölleborítsunk majd. Na, szóval mi jelentkezhetek egy csomóan, mi meg csináltunk belőle ma délelőtt egy közjegyző által hitelteleníthetett sorsolást, bedobtuk a neveket, kihúztunk szépen egyet, és szerencsére olyat húztunk ki, aki tényleg ráért, tényleg el tudott jönni, és itt is van velük, viszont bátyja még nem találkozott vele. Ez még nem volt egy egyszerű móka itt ezt megoldanunk, picin kis stúdiumban, de sikerült. Bátyja, izgulsz? Ja. Ja, kicsit felmentődött pumpa, minnyi adrenalin, you know adrenalin, you know. Igen, közben ugye élőben vagyunk, totál interaktívak vagyunk, nyugodtan ugye, kommenteljetek. Várj, ugye nem a Denis. Ugye behívtátok a Deniszt. Nem. Az van, hogy ugye eldugtuk el. Deniszt, aki jól a békével jöttünk című. Nem viccelek. Innen köszönöm a sponsornak, a Mercedesnek, hogy támogatott. Nem hiszem el, hogy a Denis, akivel a békében jöttünk című este, nyomjuk a Duma Színházba. Március 1-én, és még van 3 jegy, és még azt el kéne adni. A mindegy. Jó, csak valaki, nem. Valaki csapjon le rá. Sőt, bátya ígért egy bögrét is a vendégnek. Itt van a bögre? Hát persze, itt van nálam. Mutassuk meg. Dízzacskó. Bátya, ez az. Gyerekek, minőségi, így senki nem tudja, mert hát este 10 után ki tudtam hozni a boltból. Szia, Henny! Na, kívánjuk a vendégedet? A sportársadat? Na, akkor kérlek, gyere be! Egy pillanatra, okay. Csak hadd mondjam el. Ugye most van ez a divatozás a valamelyik tévécsatornának, itt most nem fogunk rá. Az összesen is nagyon nagy... Na minden, nem akarom őket lehordani, hogy egymást csórják, és nincsen egyéni ötleték, mert ezek külföldi visszaszták, tényleg ne hagyjuk! Mi viszont egy fillért nem fizettünk érte, hanem elloptuk az ötletet! A maszk mögé rejtettük bátyának a partnerét, illetve a játékos társát. Csak hogy izguljál még egy kicsikét. Meglátjuk, hogy ki tudja találni, hogy Denis vagy az apja van az állarc mögött. Ki van az állarc mögött, és tud-e énekelni? Lehet, hogy hogy hívják? Amúgy azon legnagyobb bejönne, és én családegyesítő program. Keresem a családom a Gibbon Games-t. Basz, te vagy az! Futás! Annyira várom, amikor a felelőségre a Rhino Hero. Picit mögött, direkt a szekrényt itt magad mögött, ezért előbb-utóbb az le fog esni. És ez nagyon jól fog tenni. Oké, na, hívjuk be, mert bátya nem bír magával, meg egyébként Misek. Gyere, bekérlek! Jöjjön a maszkos hős! Én félre is állok addig. Hát itt egy hölgy van! Egészen biztos vagy benne? A szó, amit keresel, a köszönöm! Szia! Köszöntünk a műsorban! Ne újlatom, ez kurosz vagy? Lakatos kurosz! Van ez a... Jó, figyelj, tényleg izgulok, várjál, leveszem ezt a játékot innen. Tuti, hogy rád fog esni. És
Olyan jót fogunk nevetni. No, akarod látni a játékos társadat? Kit sorsoltunk ki nekem? Van valami kérdésed hozzá előbb, de? Hát, hogy kitalálod? Most színi vagy már? Kis elefántocska. Attól függ, hogy alapán? Elefántocska. A biziló, nem tudom, csványozó valami. Na, mehet, vegyük le. Vegyük le? Anyám tuti nem szól. Testfelépítésből azon sejtett valamit. Szeretnél valamit elárulni magadról, miért veszük a maszkot? Hát, aki tudja találni bátyja, hogy ki vagy? Az ikert. Nem. Hát akkor ebben az esetben nincs más hátra, mint vegyük le a maszkot. Évi, sor, évi. És... Csau! Nem a bár, nem a kukád, nem Denis. Szia. Szervusz. Tehát, Lórival a templomban ismerkedtünk. Bár Lóri, hoztam neked ajándékot, azt oda is van. Közben, aki még nem tette meg, osszátok meg ezt a videót, jusson el mindenki ez, ahogy most a bátya team ki fog majd kapni a Gibbonline csapatától. Azt nem hoztam csak! Szeretlek, te bána! Aj, ez a romantikus. Itt a Valentin nap, itt a Valentin nap. Kinek nincs még szeretlek, te bánatos bögré? Na, közben jön Gondort Beatrix-től, hajrá, sejenfej, Erzsi, ügyes legyél és nyerjél. Ez a mamám. Mónika, csá, Bözsi! Szia, Bözsi! Mama, hazaviszem a kislányt, hogyha jó is, te megsegít. Denis, Radis, gyere! Na, most, hogy már ennyien becsatlakoztatok, elmondom még egyszer. Arra hívtuk ki bátyát és a csapatot, azon kívül, hogy jól elverjük őket Activity-be, hogy vajon vagytok-e akkora nagy rajongói neki, hogy összetudtok-e nekünk dobni 2000 lájkot ma. Azt mondtuk, hogy nem tudjátok, tehát nem lesztek annyian, nem tudjátok annyi felé osztani, hogy 2000 lájk legyen. Testvéreim, osszátok meg, aztán majd letöröljük, hogy megbeszéljük. Úgy csináltok, hogy állandó vendégünk lesz. Ha összejön a 2000, akkor holnaptól a megállásnak a kamerát fogjuk. Ennyi pénzetek van. Hát, nem egyszer. Nekünk rátok ennyi, a bank. Ennyi blankolt bögrénk van, mindegyikre nyomtathatsz. Dolgozzunk össze. De mi a játék? Te tudod egyetlen, mit játszunk? Nem. Valami Activity lesz vagy mindent, akkor mindjárt itt a gibbonisták a gibbononline.com. Azt írja Bözsi, hozzad, ha jön. Leköp! Mama, rajta vagyok! Mama, nem rajta múlik. Látod? A Try Not To Laugh Challenge. Azt a mama hogy szólhatott ekkor rá? Hozzad, ha jön. A mama meg, fiam, hozzad! Nem elfér. Kis szobában el vagy pok. Hozzad, ha jön. Szerintem ne aktivitizünk, ne szégesünk tovább. Családban marad. Mi dolgozol, Nóri, amúgy? Üzletvezető vagyok egy étteremben. Wow! Mama még rá is. Még lesz bátyának kaja, állandóan azon panaszkodik, hogy sosincs aki főzöm neki. Diétázom kéne egyébként. Tehát kéne, hogy nem lesz. Ezt a sors is úgy akarta szerintem, hogy... Ilyen akármennyi tehetsz, ha befizetsz étterembe legalább? Nem. De ha bátya megy, akármennyi tehet. Hát ha befizet. Félelem. Hallod? Félelem, elkísérlek. Mehetünk. Oké, hát akkor ezek szerint el kell ugnom, hogy az a slászlósú, meg rekordnézettség, szóval számolják. Hoppá, Roland, szevasz Roland, remélem már megosztottad. 400-an vagyunk. Hát akkor bejelentkezik én is. Csinálj, mondjátok el Lórinak a játékot. Jó, gyorsan elmondjuk, hogy mi a helyzet. Szoktál egyébként aktivitizni? Persze. Szokott. Na hát van egy felkészült versenyzőnk legalább. No, rengeteg kártyát készítettünk elő, egyikünk sem látta, csak azért, hogy ezt tisztázzuk, mert ez mindig kérdés. Igen, szeretünk mi is játszani, tehát nem az van, hogy így tök jó lesz kitalálni azt, amit én ráírtam a kártyára. Nem erről van szó, arról van szó, hogy készítettek nekünk kártyákat. Mutogatós, ülve-mutogatós megfejtések vagy megfejtendő feladványok vannak, illetve beszélősök. Rajzolni nem rajzolunk, mert akkor nem láttátok, hogy olyan finom az illat? Bátyja. Mit? Nem, csak majdnem eladott. Ez a két feladat van, oda-vissza fogunk játszani, és gyűjtjük a pontokat. 18 fordulót tudunk játszani, ha jól tudom? 18 kártyánk van. 18 kártyánk van, nézzük, hogy ki lesz. És a végén valamit ért? Igen, ha megveszünk 2000, csapat... akkor beveszünk a csapatba. Nem, legyen az, hogy a vesztes csapat megcsukolja a partnerét. Nem kell. Nem kell tét, aki jelzik. Megvan, meg lehet ezt oldani. A vesztes csapat megcsókolja a partnerét, amennyiben az ellenkező nemű. De mi most nyerni jöttünk egyébként. Az meg a másik. De nem, mert akkor én úgy beváltottam volna passzívra. Jó, passz, nem tudom. Húzz a másikat! Na, Mónika, igen, na játszatok már! Jó.
Közben jött egy ilyen is, Nikolászt, hogy jaj, John Travolta kecske szakállal. Kinek csak nekem a kecske szakállal? Oké, na, készen álltok? Derítsük ki a kártyákat. Derítsük. 9-9 kártya van, tehát 9 dumálós, 9 mutogatós. Tényleg nem látok egyiket se. Van nekünk egy technikusunk, akinek ezúton is köszönjük a segítséget, aki egyébként privát üzenetbe kapta meg, ami kvízmesterünktől ezeket a kérdéseket. Áldja meg, jó Isten! Teljesen rank. Máromnak szeretnék egy bögrét, hogy igyon ő is rendesen, írja neked Ádám. Hát www.bátyashop.hu, de most nem ezért vagyunk. Hanem azért, hogy lájkoljátok a gimbalnál. Álmodok neked, nem is ezt mondod, nem? Na kezdjétek, ti nézzük meg, hogy hogy kell, akkor ez tét nélkül megy, ugye vár. Ha persze. Azt hiszük, hogy a vendégcsapat. Na, akkor kérünk szépen egy kiírás lesz, tehát egy bátya team, illetve van egy Gibbon Line team. És... Röpködnek a szívek, nagyon nagyok vagytok. Csak a lájkok is röpködjenek, mert különben elveszíti a fogadatot. Ne, csináljuk. Igen, a Gibbon Line-ra mennek a lájkok. Egyébként meg szavazatok, jó? Ha már jönnek a szíveskék meg a nevetős fek, csináljuk azt, hogy a bátya team kapja a szíveskéket, aki bátya teamnek szurkol, záporozzanak a szívek, aki pedig a Gibbon Line csapatnak szurkol, az pedig nyomassa a nevetős fejeket. Jó, vagyunk a titeket. Megesszük őket. Persze. semmi különbség. Nagyon jó. Jó. Oké, amelyikünk húz, az fogja mondani vagy csinálni, kőpapírolló? Kőpapírolló. 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 Oké, te kezdesz, te húzol. Lehet szurkolni, kezdjük a játékot. Belecsapok a közepébe. Na? Mutatni kell. Nektek megmutatom, jó? Csak hogy lássatok meg, jót nevedjétek. Megmutassuk a kamerának is? Ne, ők is találják ki, nem egy különben látni fogom itt a visszajelzőn. Jó, rendben. Hajrá, Laci. Várad, ez a kamera kövérít, készen állok. Ezt megírtak. Basszus, tényleg! Valami van a kamerával, van? Pedig a feketes lankit, nem? Persze, ahogy vettem. Csak feketében van ez a pont. Mutogatós? Mutogatós. A fejében is. Ne? Figyelek. Hajkorona. Sapka. Oké? Ez nagyon megzavar ezt, hogy ott valami kis leesik. Kiskoromban volt egy mutogatás, várjál, ne zavard. Egy kisfiúról. Ne zavard össze. Te. Bóc. Sapka. Haj, korona. Oké, okay, haj. Korona. Ez lejárt. Vírus. Korona. Maszkot ugyanitt tudtok. Mell. Korona mell. Mell korona. 500 köbcenti, össze is állnék van. Korona? Mell. Doktor Erdész, nagyon jó izé. Ki vagyok én, ha van koronám és csöcsöm? Én mondtam, hogy óvatosan. Te koronával és mellekkel? Egy álomnő. A királynő! Köszönöm! Szívesen! Gyerekek, ez negyed óra volt, így szerintem három körre lesz körülbelül. Igen, de egyébként van valami időkorlát, hogy ez nincsen? Hát amúgy kéne, mert hát... Persze, hogy van időkorlát, mert pont benne volt. És most akkor elővehetjük a kis időkorlát a VTF-ből. Mert abban okay. Egy homokóra. Igen. Szóval már egy csináljuk, úgyhogy előkapjuk a homokóránkat. Királynő jó, volt. Figyelj, bemelegítő kör. Okay. Ez volt a bemelegítő. Nektek is egy bemelegítő kör. Hoppá. Jó, majd egy 45 másodperces homokóránk. Hát ezt hogy olvassam, majd el tudod. De ezt akkor fordítjuk meg, amikor kezdjék a dolog. Nyomtok ti is egy bemelegítő kör? Persze, de egyébként meg. Kezdesz anyája? Hogy? Nekik egyből menni fog. Várja, akkor élesbe? Ha nem, hát mert akkor most páratlan, ugye már, hogyha jól kalkulálok. Úgyhogy most páratlan. Egy, igen, az egyből nekünk is kell, hogy bemelegítő. Na, akkor tud csak döntet elleni a végén, mehet. Mórim, akkor nézd meg! De mutogatni kell? Elveszem, én is megnézem. Ahogy jól nézünk ki együtt, azt az írjátok már meg. Yeah, hogy látjátok? Mardi kitalálta, nagyon szuper vagy. Csak ne a vasat melegítsétek. Okay. Jesszusom, mennyi szívecske jön! Hát nem hiába, csókolnak titeket. Jönnek a nevetős fejek is, ugye szívecskével neki szurkoltok, nevetős fejjel nekünk. Ne küldjetek nevető, inkább sírósat, hogyha ezek nyernek, akkor zokogni fogunk mindenki. Jó, lájkoljátok a Gibbonlánt, de gyorsan. Na mehet! Azt mondta Laci, sokan vagytok. Na figyelünk. Tesó, azt te tudnál. Na, hát a második felével kezdem. Mehet.
A második fele az az, amikor nem egyedül vagy, hanem elmész mondjuk egy kirándulásra, nem egyedül, csoport. Hanem... Igen. Az első fele, az pedig akik vírusokat, meg baktériumokat... Felfedező csoport? Utató csoport? Igen, hát oh, ennyi! Olyan ez! Jó, gratulálok! Majd valójában a számítást egy kis szakkező, itt jön ki. Nekem nem az, hogy bemelegítve jöttem. De már mikor? Na jó, komolyan ki, le is izdottam erre, hogy nem jött ki. Boldog karácsony mindenkinek, írja Bajk. Bajk, neked is, végre valaki! Köszönöm. Biztos mávos, mert egy kicsit késett. 45 másodperc mire... Azt hiszem. 45 másodperc mire a bánat elolvassa, írja Adri. Nem lesz gond, előbb elolvassa, és amikor azt mondja, hogy mehet, akkor fordítunk órát. Így van. Tudjuk, hogy lassú. Na, Réke, te jössz. Ja, mint az látszott a feladvány, most elég lassú vagyok, igen. Oké. Okay, asszonyról meg nem is beszélek, jó üzletvezető. Nem, kis helyen. Nem azért mondom, gizdáskodjak, de... De. Hova tettem magam? Na, hova? Hogy megcsinálta magának a tutitet a Laci? Gyerekek, felhívás, azt itt vagyunk. Nikolász írja, Gibonerről miért nem hallottam, még van egy új követő. Nikolász, azért, mert csak egy hete létezünk, de köszönjük szépen, és örülünk neki, hívd meg minden barátodat. Na, figyelj, várja, fejjel lefelé olvasom. De akkor úgy is mondd. Még én láthatom. Ti láthatjátok, én direkt nem nézek oda, szeretem ezt a játékot. Hát, ezt nagyon gyorsan el tudnám magyarázni, de úgy nem illik, úgyhogy mondom másképp. Szóljál, mehet? Mehet. Tessék. Jó, második felét mondom előbb. Csapadék, ma már volt belőle, nagyon jó vagy, az első felét mondom. Pénzeső. Nem, de nagyon közel állunk hozzá. Láttam. A szép kis házra! Aranyeső! Ennyi lett volna! Ez a mi pontunk! Egy like, vissza! Hát a gyerekek, ezt mondom azt, hogy muzikalitás. Elfogadjuk. Egy pont! A kiponál! Azonnal megvolt! Gyerekek, és nem is voltam hangba, az a legszebb. Oké, de akkor ezt félre rakjuk, mert ugye ez már volt. Bocs. Igen, te húzol, igen. Lássuk, mi megnézhetjük. Mit húztál? Mutogatj. De szép is. Szerintem meg tudsz nézni, nem? Hát igen. Mert az akkor ugyanolyan. Bátya nagy zsogabubus, vigyázzatok vele. Tudjuk, mindjárt meg is próbáljuk hátra. Szóljatok, hogyha mehet. Hát ez meg lesz pippak. Kezdődhet. Tessék. Ez lenne az? De? Úr? Bátya nagy filmrajongó, ez ennyi kiderült. Egy cár, vagy valami ilyesmi? Ez egy kereszt? Nagyon pörög az idő! Fogalmam sincs. Pedig jó volt, az első fele megvolt, a második felét kell most már csak kitalálni. Kinek van bobája? Az asztal alatt, hogy elmutatjuk, mi történt. Lejárt az idő. Na mi volt ez? Lejárt az idő közben. Bianca ott írják, Bianca írja, keresztapa, Farkas Barbara keresztapa. Akkor ez viszont a mi pontunk, mert az én... Drága barátaim, Zsófi testvérei! Zsófi is írta, Renáta is írta, ó, sokan kitalálták a keresztapát. Sajnálom. Nem baj, anyája. Mama, nem hozom! Mama, itt maradj! Mama, maradj! Jó lesz ez, melegszünk. Oké. Csak ezt árakom, mert nehogy kihúzzuk még egyszer. Bátya mellett az, Maris? Nem. Hát, gyerekek! Maris! Hallod? Hallod? Maris, nem találtok ki? Ne tudnám, milyen csapatba kerültél bele. Köszönöm. Na, jó. Oké, Májki következik. Következő kártya, tehát 45 másodpercünk van. Aki még nem lájkolt a Gibbolájt, az gyorsan dobjon egy lájkot, mert az első bátya azt hazudta, hogy 2000-en is lesztek ma. Én megpróbálom egybe. Oké. Ja, nem mutatom neki. Mondós vagy dumálós? Mutatós. Mondós vagy dumálós. És nem állhatok fel. Na. De nem ám. Kész rász? Indítsad. Motoros. Motor. Motorozik. Száguldozik. Gyorsul. Motor.
Második fele. Motorbicikli. Babetta. Motorbicikli. Ragozzad. Nem akarok segíteni. Motorbicikli. Na most kivel vagy egy én mindenkivel. Motorbiciklizik. Motorozik. Biciklizik. Ezért kell gyerekek az általános iskolában ragozást megtanulnia. Ilyenkor jön ki. Motorbicikli teker. Az Istenom, hát nem. Így legalább tovább. Motorbicikli. Lejárt az idő, zírsz! Gyerekek, ekkora falut, ekkora... Motorkerékpár. Motorbiciklizés. Gyerekek, ez a hajó. Motorbiciklizés. Jó, oké, nem azért, hogy nagyzoljak, de még mindig nekünk van egy null. Bár egy körül hátrányban vagytok, úgyhogy persze nyilván ezen még lehet változni, de kicsit jól esett a lelkemnek, na. Hú, jó. No. Motorkerékpár, közben rengetegen írják, hogy motorkerékpár. Óriási a fajta. Motorkerékpározás, tehát maga a tevékenység volt, ez volt benne a szivatás. Hát a motorbiciklizik, az ugyanaz, nem? Nem az volt ráírva. Nem az volt ráírva, haladjunk tovább is, oké. Már nyerni az Lórival már mennénk, úgyhogy... Kicsit pörgessük fel a játékokat. Lóri, te megosztottad a műsorat? Sajnálom. Egy pont, mire mondjatok le egy mama, pontot, marad. Technikus, nem egy pontot bátyáéktól, de nagyon gyorsan. Te vigyázz. Oké, na. Nem ráír egyébként, ha szegénynek elvigyet. Bátya elvette a telefonját, nem tudja, mivel megosztani. Meg jó. Nem? Szóci gyilkos hajlam. Az? Az nagy lett volna. Na, hát oké. Oké, ez jó volna. Igen. Ez mondos, és ez jó, ez nagyon jó. Mehet? Nori? A második fele az, amit világos van most itt a szobában például. Fény, LED lámpa. LED fa. Nem. Tehát a maga a világító eszköz. Lámpa? Igen, az első fele pedig, hát amikor mész autóval hajnalban és nem látsz. LED lámpa? Igen. De könnyű. Szép volt, közben itt írják nekünk. Csapatták, kovácsolottak. Miért nem üvegeztek, kérdezi tőlünk. Zsiga! Zsiga Otto, az öreg pervers bejelentkezett. Nem hiába, 11 óra van, vagy 10 óra beindult az öreg. Milanovics írja, bátya 3 elével lever benneteket. Hát igen, mert nagy darab. Egy-egy. Hát igen, ti jöttek. Oké, egy-egy. És akkor én húzok, ugye? Most ez. Fú, melyiket húzzam? Van tipped? Ez jó, vagy én ez? Én akarom megmondani, hogy mit csinálj, tudom, okay. Hogy ezt utálod. Nem vagy a kutyám. Na, lássuk. Na. Ja, hát én megnézhetitek. Mutatós vagy mondós? Mondós. Én miért húzok mondósat? Jó, nekem a következő mondós legyen. Jó, hát a mondósat. Ennyi. Bárcsi csak. Erre, adjatok egy másodpercet, hogy ezt hogyan is kéne elmondani. Oké. Okay. Ready? Igen. Go. Amikor kimész az erdőbe, ezekkel vannak összekenve a fák. Ezekkel? Ne. Olyan szót nem mondj ki! Fúj! Te már mit szigetettes, hogy egyszerűen voltam kinyesni a hajnalom, olyan hangok bosszállítom. Mész kirándulni. Igen. Nem tudod, hogy merre kell menni, nézed a fákon. Igen. A jelölés. Ami? Turista útvonal. Turista jelölés. Igen, az első fele stimmel, a másik felét meg csak nem jól ragoztad. Jelölő festék? Turista? Turista? Az jó, igen? Turista? Jelöl? Jel. Mi az? Turista útvonal. Nem, az előbb jó úton jártál már. Turista jelöl. Turista jelölés. Turista jelölő. Majd de turista jelző. Festék. Hát lejártkár! Ez annyira sajnálom, ez érekem megy el! Nagyon ragozások! Istenem, hogy jelzés! Na ne! Tessék! Hát, de kár. Mindegy. Most tanultam. Nem hiszem el, még végre! Mondósat húztál? Végre. Dumálni fogsz? Na lássuk. Na megye, nézzük, lehet. Mire fizetnek az emberek. Mehet. Mehet. Ezek vannak a fejemben. Nem utogass. Itt szállnak, szaladnak. Romantikus. Igen, ez a... Gondolat? Ez az első fel, az írásnak mi az ellentétje? A radír. A törlés. A
sajnos igen. Eleket sajnos ez ennyi, hogy... Oké. Meghajolok a csapat előtt, meghajolok. Jó. Mama az ágynemű cuccától is járult. Közben jó, Jóska, Nikoletti, Zsófi és írja, nem, turista jelzést imelt, Zsófi a turista útmutatót írt, az közel volt, turista út, István, vagy nagyon jók vagytok egyébként, de a turista jelzés volt. Így van. Ugye kiderült. Hoppá, Tibi írja, hallják, Gibbon lány. Tibi a mi emberünk. Ez Csavosztok, az. Sziasztok, még lépjék ki. Még egyszer, aki bátya Timnek drukkol, szívecskét nyom, aki a Gibbon lánynak. Csak a szívek jönnek. Nevetés, hát, nevetés fél. Menjen szeretek minket. Nézd oda, benyomtam egy magamnak. De tényleg, úrival összeillünk, nem? Hogy ezt írjátok már meg, hogy nem tudom, hogy a fotózás. Részkábelek. Bátya, jönnek itt, ez nem is szíveskét írt, hanem a kacsacsör 4, az egyen jobb, mint a szeretet. Csináljátok, legalább két ponttal húzzunk el, aztán meg azt csináltok, amit akarjátok. Na jó, van, irány. Oké. Mutatni kell. Már te nagyon jó vagy ebben a mutogatós. Á, de ez jár, hohóc, stand-upor, zsongor, meg lesz. Minden. Mert? A ragozát fel nézzük meg. Tepsi. Hát ez könyv. Palacsintas ütés. Azaz. Szép volt! Ez szép volt! Kösz! Nem átkozódom, szép volt! Hoppá, hoppá, tökéltök! Hogy a dobáltál? Megint kell majd csinálni palacsinta dobáló challenge-et. Az nagyon jó, bejött, jössz? Palacsinta. Más, én nem tudok főzni, nem? Anyába csak... Anyába jöhetsz, hozzá a segítséget! Ez a sark alatti pont. Oké, meg vagyunk, ti jöttök. Kettő, de ugye körhátrányban vannak egyelőre, tehát még... Még most látjuk át a vezetés. Igen, megint újra, visszavehetik. Nem, én találtam ki. Ezt tudom, mert ilyen. Igen. Jó, bocsánat. Én szívesen jövök megint. A szerelem elvette az eszét, ez ilyen. Hát egy ilyen férfi mellett én sem bírnék magammal. Viszont nem csináltatok helyet. Mondani kell, igen. Akkor jó, az meg lesz. Várjál. Én meg... Uh-huh. Ó, jó. Ez király. Szólj rá. Mehet. Az első fele, amit az ablakra rakunk, nem sötétítő, a másik. Redő? Nem. Függöny? Igen. A másik Leluxa. Fele, amin a függönyt tartjuk. Karnis. Rakd össze. Függöny karnis. Igen. Ezt nem hiszem el. Oké, 3-2 megint bátyáim. Annyira undorítóan egymásnak valók. Hát igen. Fú, de jó. Tibi nagyon jó fej. Tibi, akit az előbb ki akartál értetni. Ez akkor egyetlen egy férfi írogat neki. A Tibi tanulat vetjük, a Tibi nagyon. Még jó, hogy mert ilyet írti egy Lacikám, ha májusban eljössz és grátis felépsz a születésnapomon, lehet, hogy neked drukkolok. Hát itt vannak ám itt igények. Hát persze. Jó vagy, Tibi. Oda mész, hozzávágsz egy bögrét, és húzsz. Rendben, na, következő. Én húzok megint? Igen. Oké, okay, ez szimpatikus. Gyerekek, ez már megvan. Érzitek ez a győzelemnek a... Hát ti nem érzitek, de jó, ezt a végre majd lehet élőben számokat küldeni. Mutatós, ezzel nagyon meg fogok szizzadni. Hát figyelj, jó, 45 másodpercet van. Nem, hát. Oké, Ed. Ta! Nem beszélhetsz, csak utogatsz. Inni, ivás, sör, folyadék, víz. Alkohol is. Víz. Vízesés! Igen! Ez szép volt! Kösz! Mi is? De tudod, erőszakosan a mi is! Adja meg puszit! Ez nagyon jó volt! Ezt igen! De itt látjuk a rutin. Meg kell várni, még letörődik, mert nagyon gyorsak voltunk, és közben elvedek folyton. Gácsinak fogja a combját! Hú, ez sok lesz! Hoztál a srácomnak Norbi kazettát? Kérdezi Roland. Báty uratkozik, olyan könnyen megy. Vaj, kérdezi, mikor és mit néztünk utána a moziban, én a volt egyszer egy Hollywoodot. Én is azt néztem utoljára, képzeld el. Hogyha ezt kitaláljuk, amúgy az kettőt ér. Ezt el elmutatom. Esküdj, adok neked két pontot, ha ezt 45 más megcsinálj. Lenyomjátok. Persze. Na, jó, nem, ezt szó szerint kifogottalálni. Csak figyelj már. Mi az, hogy szó szerint? Fúhúhú, na gyerekek, ezt lássuk, ki találja ki. Mehet. Le. Ás. Töröl. Tisztít, takarít, mos. Lemos. Ez az első fele? Vagy most jön az első fele?
Ez az első fel. A második. Elefánt. Első fele a le. Lemos. Fel. Nagyon jó. Lemos. Elefánt. Lemos. Elefánt. A slag. A kormánynak igen, nem slag. És lemos a slaggal? Meg lemosni egy elefántot. Jó, majdnem meg voltam, nagyon közel. Így igen, nagyon jó volt, én szerintem az zavarta meg, hogy azt hittem, hogy föl és nem pedig egy. Fölmosni egy elefántot. Szegény megkurt az elefántot. Majdnem meg volt. Ez közel volt. Ez jó volt. Tehát akkor egy pontot ér? Ja, amúgy. Lemos egy elefántot, lemos elefántot. Most nem azért mondom, de az előbb, amit kitaláltunk arra, nekünk nem lett bírva a harmadik pont? Nem úgy kéne, hogy most 3-3 az állás? De nem azért adtam neki egy tízest, hogy hogy áll. Ja! Csak így mondom, hogy egymás között. Négy szem közt. Hogy a technikus nem van fizet, mások a bocs. Oké, okay, akkor mindegy. Na, mindegy, ezek szerint te jössz. Döntetlen, megint nagyon izgalmas, teljesen döntetlenben vagyunk. És van még, ugye összesen 6 feladvány. Ezek nem lehet olyan nehéz. Nem, hát. Mutatni vagy mondani? Mutatni. Jó, hát. Nekem még nem. Egyébként jött, lemossa az elefántot. Majdnem. Készen állsz? Készen állok. Ta! Kajakozik. Kajak. Evez. Kajak. Kenu. Kenuzik. Kenuzás! Már tudja, hogy áll. A ragozás miatt elkezdtem izzadni. De komolyan. Csarkolati pont következik. Nagyon szépen megoldotta, nem? Ez az ással a végén. Büszke vagyok rád, Mike. Én nem. Nyomjuk a színeket, hogy jobb kedvem legyen. Nekik szíved rukkoltok, nekünk nevetős fejjel, a gibolánynak pedig lájkokat kell nyomni. Igen. Így van. Ha valaki még nem osztotta meg, akkor azért megteheti. És szégyelje magát. Nem, osztjuk, szeretjük egymást. Te összanyám. Na, a itt a mutogatás. Igen, nagyon jó, jön a mutogatás, nagyon jó. Szára nagyon tudok olvasni. Nehéz? Ezt mutogatni? Ül le? Pillanat. Lesz be neki hívás. Hagy gondolja végig. Ezt gondolod végig, adjunk neki egy kis időt, addig próbáljuk meg elterelni a figyelmét, és mondjunk olyan ide nem idő szavakat, mint például a Polygetta gomb. Triceratops. Például. Leroncsatok rajta, mehet. Hát, rajta. Na. Görje, púp, sárkány, cápa. Kiállás. Szerintem az előbb jó irányba jártál. Két szó, orr, orrüreg, levegő, fül. Malac. Sertés, marha. Sertés, jó, malac, eddig tetszik. Vissza, malacka. Dovában. Dovában. Disznó. Én szokat nem szám. Az első szó meg. Mást a disznó. Hát disznó. Hát disznó. Milyen disznó van? Pont disznó. Pöttyös disznó. Közel állunk. Hát sűrű disznó. Ja. Ezt nem tudtad. Hát a József Áron nem sok szaladgál. Hallod, kimegyek a Práter utcában, mik a sűrű disznó? Mik a sűrű disznó? Mik a sűrű disznó? Érzitek? Ez a hajó van. Jó, oké, eddig van. Mik a sűrű disznó? Jön a válasz, marhát. Sündisznó farhát. Oké, okay, ki jön? Te. Ha megint? Igen. Aha, mert én ástam az előtt. Oké, melyiket húzzam? Azt. Én is arra gondoltam, hogy húzd ki azt. Oké. Okay. Nézem. Gyerekek. Uha. Mit kell mondani, vagy mutatni? Mondani kell. Én miért nem húzom magasságosnak. Én beszélni tudom. Mert van Isten. Oké, okay, menjünk bele. Nézzétek meg ti is. A második fele egy zöldség, amiből szoktak csinálni pürét. Van belőle édes krumpli. Igen, az első fele pedig... Rakott krumpli.
Put it potato in English! Ezt mutogatni kellett volna egyébként. Az lehet, az volt ráírva, hogy mondani. Nem, már mint hogy az lett volna jobb, hogyha mutogattad. Hú, ennek a krumpit elmutogatni azért az kemény dió lett volna. Hogy mutogatnád el a krumpit? Már miért tovább mentek? Hogy mutogatnád el a krumpit? És tett hozzá súlyos. Ez nem a én köröm volt. Jó, hát ezt mondani kell. Hát azt... Végre mondósod van? Simán, simán fogja hozni, simán fogja hozni. Bátya Tim fölkapaszkodik. Hát? Uh-huh. Ha valaki nagyon meglepődik, akkor azt szokták mondani, hogy ezt őt úgy érte, mint derült égből a... villámcsapás. Oh, ez szép volt. Mama, mégis azt a viszi. Ez olyan gyors, hogy visszeged fordítani az órát, mert túl sokáig tartani, megvárni, még átmegy. Hát csak azt mondom, hogy mondós vagy gyerekek ott... Az állás 5-4, ha mi kitaláljuk, akkor Gibbon lány csapata elviszi ezt a játékot. Ne idegesíts, hogy ekkor te lehet raksz rá. Ha nem, akkor belecsúszhatunk egy döntetlenbe. De jó lenne, amúgy az igazságos lenne. Ha dönt... Kicsit okay. Legyen nagyot húzzam. Szegény lánynak felmutathatnátok a hablott táblát, de biztos jól főz. Hublot. Hablot. Hublot. Minden, négy és fél. Mi az a hublott tábla? Sajnálom, de fogalmam sincs. Én nem főzök. Te vezeted a szakácsokat. Igen, nem mondod neki, hogy hozzad azt a hublot. Te tudod mi az. Nekem nem magyarázzál. Kicsit olyan nagyot húzom. Kicsit nagyot húz. Na? Sokat segítettem. Rád bízom. Nem tudok dönteni. Nagyon nagy a teher. Muti? Kell. Mondani kell, vagy mutatni? Na, ezek szóval mutatni. Mutatni! Krumplis tészta. Okay. Mert? Mert. Ez sima lesz amúgy. Első. Kör. Második. Körfűrész. Körhinta. Azaz. Szép volt! Kösz, hogy segítettetek! Gratulálok a nyerteseknek! Kattok ki! Mikor kattok? Nem, játsszuk végig most már. Nagyon jó ez a játék. Hát öröm volt ide eljönni. Szeretnétek egy mindent vagy semmit eldöntőkört? Persze, nem. Ezt azért azonnal már persze. Várja, ezt játsszuk le. Ide. Visszapörgetjük az órát, adunk két kártyát a technikusnak. És mondósat adjál Viktor, adok pénzt. Nagyot adunk, jó, hogy rá tudja írni, mert le se kell takarítani, meg semmi. Kilógatjuk, ráír kettőt, leforgatva visszaadja. Ja, és akkor az lesz a döntő. Jó. De csak akkor, ha ezt most megnyerik. Igen. Jó, oké. Hát úgy jön ki jól. Okay. Oda nézd, hogy megindultak a nevetős fejek. Megjöttek a szurkolóink. Mert azért levettek be bátya szót. Ott írja Roland, öklöző zsír. Ez nagy volt. Tört oreós öklöző zsír. Hát ez van csak egy százas. Na, megérkezett a csapatba a kisasszony. Hogy elpirult így hirtelen? Öklöző zsír az. Hinta! Mondd el a legszorosabb... Hazamegyünk, én veszem fel a maszt. Milyen, majd mondják holnap a szakácsnak, ha nem hozzák azonnal a hublott táblát, akkor hozod az öklöző zsírt. Ez lesz a fejeket. Jön az öklöző zsír. Oké. Okay. Na. Mehet? Na, írják, best party ever. Mi is úgy érezzük, abszolút. Ha szeretnétek még ilyet, lájkoljátok a Gibbonát, és írjátok meg nekünk, hogy szeretnétek még ilyet. Mert akkor lesz. Hát össze kell kalapozni, mert legközelebb már... Hát igen. Bizony. Most sem volt ócsó. Meg fogjuk nézni, hogy megvan-e már az 1000 like a Gibbon line-on. Bátya azt mondta, ma simán meg lesz. Olyan rajongói van, hogy simán meg lesz. De most ezért, aki eddig lájkolt, az vonja vissza, hogyha kikapunk. Azt most mondom, hogy úgy játszanak akkor az urak. Azt írd rá neki, hogy vonal. Talán meg tudják fejteni. És mondóst legyen. Egyenes. Sok pötty egymás után. Nem görbe, egyenes. A Nóri mehet, elolvastam? Még elolvastam. Akkor várjál, mi is elolvassuk gyorsan. Le van kopfarva, de te el tudod olvasni? Elolvassam. Improvizálok. Jaj, nagyon jó. De én elolvastam. Mutogatott, mondós. Megvan? Hála Istennek. Igen. Jó, ez megvan. Jó. Hát ez simaliba. Jó. Ezt behúzod. Igen.
Az első fel az egy zöldség. Átadóan nem vagyok jó. Van belőle erős, meg pista? Van belőle, nem, egy zöldség, igen. Yes, a másik viszont egy névnek a becézése. Jancsi. Paprika. Jó. Nekem mondósa. Na figyelj, 6-5. De most akkor mintha 0-0 lenne. Mintha 0-0 lenne. És akkor vagy döntetlen, vagy valaki nyer. Igen. Jó? Jó. Rávegyük egy extra köröm. Egyébként az volt, 18 kártyánk volt, viszont 20 megfejtést kaptunk, hogy valahogy bele kellett dolgozni itt a végét, ahogy mi legyen. Mondós? Mit kaptunk? Két mondós. Két mondósunk van. Jó. Akartok-e kezdeni, csak hogy nagyobb legyen a teher rajtunk? Kezdjenek, figyelj! Húzz egy lapot, jegyezd meg, tedd vissza, megmondom, mi volt az. Várjunk, akkor nekem kell, mert én találtam ki az öntjét. Ja, tényleg. Jó, de csak ne arra, hogy kicsit szimpatikusabb a ő. Kevesebb a szakálla. Lejjebb. Mélyebben. Szakálló. Nem az, hogy én nem tudok olvasni, ennyi látszik. Tehát semmi nincs rajta. Mit törölt le róla? Mert mindig úgy veszem. Ja, mert hogy megfogtuk ő... Tudod, melyiket kell nézni? Ez teljes, várj, figyelj, az van, hogy tényleg... Várjátok, történelmi pillanat! A technikus belép a képbe, az ember a kamerák mögött. Kalambó felesége! Azt javíts ki kellek, de te nem tudjuk elolvasni, egyáltalán még benne biztosak, hogy mi van odaírva. Ki az kihet a csapatban, az a kamera mögött. Ja, ott van fel a tolt. De valahogy biztos meg lehet oldani. Kártyátok, ez a kommentben. Azt kérem! Mindjárt egy pillanaton belül meg vagyok. Tényleg most fogyott ki a fész? Nem, az a másik. Ez már egy másik, igen. Akkor mondom ezt addig, jó, hogy haladjunk, oké? Jó, oké, na az megvan, és akkor egy tök valami mást írjál rá a helyére. Hát akkor egy darab feszélye, minden jó lesz. Mondos. A húsvéti sonkához ezt szoktuk enni. Torma? Igen. Adj egy másikat! Esküszöm, ezért kár volt megfordítani az órát. Na jó, most akkor az van, hogy most már csak arra megyünk, hogy meglegyen a döntetlen. Valamit föl kell, valami más kell rá fölírni. Vagy nem, mert nekem addig, kell mondani. Addig, amíg megjön a megfejtés, addig mondd el az állatmenhelyes munkát, az mindig jó. Oké, szuper. És ebben tök igazunk. Van nekünk egy YouTube csatornánk is, amit kicsit korábban megosztva megtaláltuk a Gibolának az oldalán, mert egy héten van az oldal, azért nem kell túl sokat görgetni, megtaláltok. Nagyon fontos, hogy minden 1000 feliratkozó után egy állatmenhelynek megyünk segíteni. Egyébként az első állatmenhely már megvan, bár nem nincs még meg az 1000 feliratkozó a Vadiú YouTube csatornánkon, de az első állatmenhely már megvan, és hozzájuk megyünk, az időjárás is engedi, ezen a hétvégén, és gazdi kereső live-ot fogunk csinálni. Rengeteg kiskutya lesz, kövestek majd minket, nézzétek, az itt lesz a Facebookon, megjött közben. Pörgés, tört? Szuper. Ó, és ezt kell mondani, hát ezt te haragudj, de meg se fordítom az órát. Körhintán, nagyon sokat ülsz rajta, mi lesz vele, mi történik utána? Szédül, hány ingered van? Az első már jó volt. Szédül, és? Tudod össze? Szédül és! Jó, oké, nem kell megbújni. Na, akkor nyertük, hála Istennek! 5-5 lett is nyertük! Nagyon fontos, bátyashop.hu. Dehogy is nem! Nem kell gyerekek, már is annyi cipim van, nem tudom elkezdeni. Az ajándék gyerekek. Oké, na hát ez óriási volt. Nagyon jó, azt köszönjük. Nagyon jó, hogy megyünk lassan. Igen. Akkor inkább lassan. Köszönjük a játékot, erre van meg! Hogy érezted magad, Nori? Nagyon jó, nagyon viccesek vagytok, úgyhogy én kösz. Nem tudom, foglalkozásokba. Nyertünk még egy nézőt, de amikor műsorunk van, akkor jó, léci. Gyere, hazamegyünk, kikapcsolom a wifi-t. Oké, aki még nem lájkolta a Gibolányt, gyorsan tegye meg. Köszönjük szépen! Gyerekek, lehet, hogy jövő héten is jövök, úgyhogy lájkoljátok be, aztán meg. És a mai nap tanulsága, a 8 kertben wifi van, sündisztom nincs. Sziasztok! Csókolak titeket, sziasztok! 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 Mama jön haza! Bözi! Nekünk is melegíts valamit. Mikró 17-be! Kicsit szedje a lánynak, kurva, kurka! Hát már! Ott van, legyen itt! Káposzta nem kellett, hogy sokat végig. Na, megérkezett a romantikus is a csapatban, szevasztok. Szevasztok. Csavosztok, sziasztok. A csaosztok, sziasztok! Hogyha tetszett a videó, akkor nyomj egy like jelet, ha van véleményed, akkor írd meg nyugodtan kommentbe és válaszolok rá. Ha szeretnél ilyen bátya cuccos termékeket, akkor látogass el a www.bátyashop.hu-ra.
illetve iratkozz fel a csatornára. Csókollak!